Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb teszt videóban, és most egy elég érdekes terméket fogunk bemutatni, ami még gyakorlatilag nem volt a csatornán, ugyanis nagyon sokan írtatok nekem ugye a teszt videókkal kapcsolatban, hogy néztünk meg már profi laptopot, néztünk meg már profi billentyűzetet, néztünk meg már profi monitort, néztünk meg mondjuk kevésbé profi billentyűzetet, viszont nem néztünk még meg alsó, illetve középalsó kategóriából olyan termékeket, amiket mondjuk úgy általánosságban mondjuk a felhasználók nagy része ugye tud használni. Ugye azért abban egyetértetünk valószínűleg, hogy nem mindenkinek van pénze vagy háttere különböző márkás és drága felszereléseket vásárolni, azért mert ő éppen játszik, hanem igaz, be kell érnie néha-néha olyan termékekkel, amik mondjuk nem feltétlenül drágák, viszont hasznosak, és viszonylag jó minőséget biztosítanak. Én azt gondolom, hogy ez a billentyűzet, ez talán lehet egy variáció arra, hogy egy ilyen kis megalkuvása, nyilvánvalóan az nem egy bionikus billentyűzet, de el fogom majd mondani a tulajdonságait, tehát jó lehet arra, hogy viszonylag kényelmesen tudjál jókat játszani, és ne kelljen érte a gatyádat kifizetned. Na, hát nagyon kíváncsi leszek rá, ugyanis az előző billentyűzetes videót nagyon-nagyon sokan egyrésztről megnéztétek, másrésztről nagyon sokan is beszereztétek azt a billentyűzetet, és nagyon jók voltak a visszajelzések. Igyekszem nektek abszolút konkrét és nem mellébeszőlős videókat csinálni ezekkel a tesztvideókkal, tehát hogyha valami nem jó, azt igyekszem megmondani, ha meg valami jó, akkor azt meg igyekszem kihangsúlyozni, hiszen ezért vannak ezek a tesztvideók, hogy valaki azért előttetek vagy letesztelje, megnézze, illetve hát nyilván valamiféle véleményt is tudjon mondani. Szóval, én nem is nagyon húznám tovább a szót, szerintem nézzük meg ezt a billentyűzetet, én nagyon-nagyon gyorsan így a dobozától így befogom nektek, hoppá, ott egy kicsit villog, na nem baj, így jó lesz. Na most, mitől gamer egy gamer billentyűzet? Igazából én azt mondom nektek, hogy a gamer szó maga, én azt gondolom, hogy mostanában az egy behívó szó. Tehát legyünk őszinték, manapság minden ráteszik azt, hogy gamer, ez gamer szemüveg, ez gamer C-vitamin, ez gamer tabletta, ez gamer monitor, meg billentyűzet. Én azt gondolom, hogy egy gamer billentyűzet, az talán-talán ott lehet gamer billentyűzet, hogy a játék közben viszonylag jól tudod használni. Tehát nekem például fontos az, hogy egy billentyűzet valamilyen szinten például legyen nehéz, hiszen amikor mondjuk lent van a billentyűzeted, és ráteszed a kezedet, akkor ne tud például elcsúszhatni. Engem nagyon idegesítenek azok a billentyűzetek, ez még nem tudom egyébként milyen, amit, hogyha leteszed az ujjadat, vagy ráteszed a kezedet, akkor mindig csúszkál össze-vissza. Oké, vannak olyanok, amiken vannak tapaszok, az mondjuk vagy letörik egy idő után, tehát szerintem kell valamennyi súly bele. A másik nagyon fontos dolog, hogy egy gamer billentyűzet világítson. Nem? Tehát mostanában igazából minden, ami készül és minden, ami gamer, az tulajdonképpen világít. Ez a billentyűzet világít, úgyhogy talán ezt a tesztet, ezt már meglépte ez a billentyűzet, hiszen nagyon szép piros fényei vannak, illetve én ezt egy kicsit kiegészíteném ilyen multimédiás gamer billentyűzetnek is, leadásul egy első körbe dobozza, hiszen majd fogjátok látni, hogy ki fogom bontani rendkívül sok, sőt, nagyon-nagyon sok különböző gyors indító billentyűvel rendelkezik, ugye ezt itt láthatjátok is, de ezt majd tényleg meg fogjuk majd nézni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy valószínűsíthetően a VSAD gombok azok nem csak színesítve vannak, hanem valamilyen szinten meg is erősítve, hiszen azért ezeket nyomkodod a legtöbbet. Úgyhogy szerintem nézzük meg, én nagyon gyorsan kimondom, a másik nagyon-nagyon fontos dolog, srácok, ami egyébként engem ebbe a csomagba megfogott, az az, hogy ezen az áron, amit majd lent találtok a leírásban, meg tudjátok vásárolni egyébként, illetve lesz egy nyereményjáték is, de ezt majd a videó végén elmondom. Szóval a lényeg az, hogy a billentyűzethez tartozik egy egér is, amivel gyakorlatilag át tudod hidelni azt, hogy neked külön mondjuk billentyűzetet, külön egeret kell venned, hanem kapsz egy kombót ezzel a csomaggal, ami megint csak azért pozitívum, mert hiszen hát, mint mondtam, nem mindenki teheti meg azt, hogy mondjuk külön vegyen egy egeret, egy billentyűzetet, hanem mondjuk 5-6 ezer forintért, vagy 3-4-5 ezer forintért ő szeretné megoldani ezt a kettőt. Ezeknek a srácoknak én azt gondolom, hogy ez egy jó vétel lehet, de nem is fogom húzni tovább a szót, én most elkezdem kicsomagolni, illetve ki is fogjuk próbálni élesben. Lessünk bele, így néz ki a dobozba, igazából ezen túl sokat nincsen mit magyarázni, közben itt valami leesett, nem tudom, valami cetli. Mindjárt megnézzük. Tartozik hozzá egy Gamdias GKC 100x110 Gaming Keyboard. Itt van a leírása. Igazából egy billentyűzetnek nem kell túlságosan nagy leírás, szerintem így 10-ből 10 ember nem nézi meg ezt a leírást. Minden tök egyértelmű rajta, úgyhogy ezzel nem is nagyon foglalkoznék.
Na, az egeret hagyjuk a később, vagy nézzük az egeret? Nézzük meg az egeret előbb akkor, az kisebb. Van egy egér benne, ami viszony... Hoppá! Aha! Na, ez legalább olyan, mint a képen, közben leesett a doboza. Ez jó, srácok! Ez eskü jó. Jó, van hozzá egy egér, ami valószínűsíthetően világítani is fog. Ez remélem, hogy van kellő fókusz. Ez így néz ki. Van egy oldalsó gombja, sőt két oldalsó gombja van, van középen egy DPI állítója, illetve van egy görgője, ami oldalra is? Aha, jobb oldalra van gombod rá, bal oldalra viszont már nincsen, illetve középen is. Tehát ha azt veszed, akkor itt van két gomb, meg itt van kettő, az összesen négy gomb, tehát négyféle bindet tudsz rá rakni mondjuk a különböző játékokba, ami mondjuk már egyébként nem olyan rossz, hát majd meglátjuk a gyakorlatban. A tapintása nekem elég nagy kezem van, szóval nekem talán ez egy picit kicsi, viszont még úgy kényelmes, szóval hát nem tudom, megnézzük majd a gyakorlatban, minden esetre nem tűnik kényelmetlennek, ami egyébként pozitív, illetve ami nekem tetszik ezen a billentyű, vagy ezen az egeren, hogy gumírozott a teteje, szóval elméletileg ennek elég tartósnak kéne, hogy vagy kéne lennie, meglátjuk, viszont elég jó csúszásmentes, nem izzad valószínűleg rá annyira a kezed. Ugye elég, ha valaki azért elég nagy gamer és nagyon-nagyon sokat játszik, az tudja, hogy azért be tud izzadni, mint mondjuk a fülesbe a füled, a kezed az egérhez, meg rátapad a különböző kosz, stb., meg kajász, meg nem tudom, szóval azért a gamerek szoktak ám érdekes dolgokat csinálni a gép közben, szerintem ezt tudjuk mindannyian, én is szoktam csinálni, de én úgy érzem, hogy talán ezen a kaja maradék, ha már lehet ilyenekről is beszélni, mert szerintem kell, nem nagyon marad rajta. Úgyhogy ez talán egy plusz pont. Jó, ezt megnézzük, be fogjuk dugni. Nézzük meg a másikat, ami a billentyűzetünk. Ez a billentyűzet egyébként rá is volt írva a dobozára. Elméletileg nagyon halk. Ja. Aha. Na most nyomok nektek egy gombot. Várjatok. Ez egy mechanikus. Ez pedig a mostani billentyűzetünk. Nekem ez abszolút pozitív. Fölül a gombok, műanyag-szerű, gumírozott részen helyezkednek el, ami annyira nem az a nagyon durván gagyi kategória, nem mondom, hogy high-tech kategória, viszont egy szerintem tartós anyaggal rendelkező cucc, illetve a billentyűzet is elég stabilnak tűnik, és viszonylag nehéz. És hát nem nagyon tudom eltörni, jó, biztos el tudnám törni, nem hiszem, hogy nagyon szeretném, de viszonylag stabilnak tűnik egyébként, ami szintén nagyon-nagyon fontos. Ugye a billentyűzet kiosztását azt már tudjuk, tehát magyar billentyűzet kiosztású, itt, és amit mondtam, az be is igazolódott, egy kicsivel ezek a gombok talán mintha egy picit keményebb lennének, ugye itt a VSLD, amit szintén nagyon sokszor nyomsz, meg a nyilak, ami szintén elég jó lehet, tehát tartós. Nekem nagyon tetszik az, hogy halk. Tudjátok, én nagyon sokat streamelek, nagyon sok live megy, és mindig azért szoktam szólni a srácoknak, hogy bocsi srácok, a mechanikus billentyűzet miatt, mert hangos, bealacik a live-ba. Na most ez valószínűleg nem fog, úgyhogy lehet, hogy ezt is lecserélem, mert megyünk egyre lejjebb, vagy megyünk egyre másabb irányba. Mindig abban fogok lehet játszani éppen, amit pont tesztelünk. Na mindegy, nekem az első körben eléggé masszívnak tűnik. Minden gombja szerintem így rendben van, nem hangos, hát ezek a gombok meg főleg, ezek nagyon-nagyon halkak. Ami egy jó pluszpont. Na nézzük itt a felső gombokat, mi van itt, gondolom ez a saját gépet nyitja meg, ez az internethez szükséges mondjuk a home gomb lehet, ez az e-mail gombod, ez a keresőd, ez a kedvencek, tehát ez van egy ilyen internetes felületed, amit az interneten tudsz gyors gombokkal elérni, illetve a másik oldalán, ez fogalmam sincs mi ez a gomb, nem tudom, úgy néz ki, mint valami, nem tudom, sajtreszelő, úgyhogy fogalmam sincs ez micsoda. Viszont van egy play stop gombunk, egy hanggombunk, egy hangerősítőnk, és egy hangcsökkentőnk, ha lehet így fogalmazni, szóval ezeket gyors gombbal eléred, ami szerintem alapesetben nem egy nagy hátrány. Logóval ellátott. Itt oldalán, most itt közben nézem én is, valószínűleg itt fog kijönni majd a fény, szerintem egyszínű piros,
legalábbis hogyha a dizájnt nézzük, meg amit itt néztem róla a képeket, az is piros, úgyhogy valószínűsíthetően csak pirosan fog tudni ez a csoda világítani. Szokásos ugye kitámasztó, amit én általában mindig letörök, de mindegy. Viszonylag stabilnak tűnik. Hát nem tudom, srácok, akinek van ilyen, az írja meg kommentbe, hogy neki mi a véleménye a billentyűzetről, hiszen azért szerintem elég fontos az, hogy különböző videóknál azért legyenek viszonylag realisztikus vélemények, nyilván a videóson kívül, úgyhogy hogyha valaki vesz egy ilyet, vagy vet már és használja, írja már le a véleményét, legyen olyan kedves, nagyon szépen megköszönöm, kapjunk egy teljes összképet arról, hogy milyen is ez a billentyűzet valójában. Én most ki fogom próbálni, úgyhogy össze is fogjuk dugni, de előtte nagyon-nagyon fontos elmondani, srácok, aki szeretne nyerni egy ilyen billentyűzetet és egy ilyen eger kombót, az megteheti most, ugyanis leteszek a videónak a leírásába, illetve a komment szekciójába egy linket, abba gyakorlatilag körülbelül fél perc alatt be tudsz regisztrálni, és egy hét múlva automatikusan meg fogod kapni az e-mailt, hogy ha nyertél. Nyilván, hogyha nem nyertél, akkor nem kapsz. Glimmel megy, úgyhogy a Glim az automatikusan küldi kifele, és nagyon szépen szeretném megköszönni a Laptop Szalonnak a folyamatos felajánlásokat, hiszen két hetente közösen mindig csinálunk valami tuti kis nyereményjátékot, amit vagy itt a Twitch-en találtok meg, vagy a YouTube-on találtok meg, igazából teljesen mindegy. Apropó, ha már itt tartunk, a Twitch linket nézd meg, ott van a leírásban, várlak oda is szeretettel. Szóval vissza a játékra, be fogom dugni, és meg fogjuk nézni, hogy mekkora örömöt fog nekünk okozni ez a billentyűzet és egér kombó. Próbáljuk ki. Na hát srácok, mivel is tudnánk megnézni a legújabb billentyűzetünket és egér kombónkat, mint a legújabb Call of Duty-val. Belecsaptunk a közepébe, nem tudom, becsatlakoztam egy ilyen random zombi meccsbe, és igazából semmi nincs. Kéne valamennyi zsetont burítani itt magunkra. Egyébként egy kis marketing, aki szeretne tőlem livestreamet nézni, az minden nap 18 órától Twitch-en megtalál, az is ott lesz a leírásba, úgyhogy ha van kedvetek, kukkancsatok be. Többek között Call of Duty-val is játszunk. Figyelj, egyelőre ez az egér, ez teljesen jól működik, annyi, hogy kifogytam a pisztolyból, úgyhogy hello me. Csávó, meg is halt, kéne szereznem valami normális fegyót szerintem. Akkor késelünk, srácok. Á, francokat késelünk. Nem? Az rossz gomb. Te is veszel egyet, zombikám? Jó van. Na gyere! Wow. Pont nyitottuk az ajtót? De jó. Nem hiszem, hogy egyáltalán veszem-e. Kéne egy jó kis soti. Van egy jó soti, ahol viszonylag elég sokáig el lehet menni. Egyelőre reagál rendesen. Nincs vele probléma. Billentyűzet is érzi azokat a gombokat, amiket lenyomok. Abszolút játszható a sztori. És tényleg, tehát most ennyi pénzért, nézzétek meg lent a linket, tehát abszolút-e megéri. Ott a Hedi. Hello. Gyere, zombi négy, gyere. Plitty. Hello. Hát ez a fegyó, az nem a legjobb. Viszont van 2500-unk, ami elég jó. Keresek egy valami shotit, vagy nem tudom. Ó, gyerekek. Hát ezt a fegyvert nem ajánlom senkinek. Ó, hello! Ó, hello! Gyere! De nagyon durván szép ez a pálya egyébként. Annyira tetszik. A hangulata hihetetlen jó. Azt hittem, ki tudok ugrani. Nagyon jó. Mint egy ilyen... Mint egy ókori... Ez egy Colosseum feeling. Full. Full. Nagyon durva. Nagyon szép. Na végre jönnek a haverok.
Ez a gyere. Na ez már fegyó. Abszolút lehet vele célozni. Teljesen jó. Hello, gyere. Hú, jönnek ezek. Hallod, az előbb is meghaltál, tetyám? Ú, az valami sárga műtyűr. Ú, az fájt. Hát úgy látom, ezt egyedül kell hozni. Nem nagyon vannak más lurkók itt a környezetben, akik itt életben vannak. Pedig nem egy nagyon nehéz ez a játék egyébként, főleg az eleje. Családbarát tartalom! Na lehet tippelni, srácok, hogy meddig, most gyorsan, amíg játszom. Ne nézd meg, nem ér megnézni a végét. Lehet megtippelni, hogy hanyadik szintig éljük túl. Szerintem amúgy eddig, de mindegy. Ja, jönnek ezek a műtyűrök is most, ez nem jó nekünk. Hú, valami nagyon mérges, gonosz hangú közelít felénk. Mi van, nem találsz el? Gyere! Gyere! Húha! Kezdenek sokan lenni. Az gond. Az nagy gond! Iiii, gyere! Hello! Elég volt? Vagy kértek még? Az gond? Nincs több skuló? Nincs több skuló? Na már. Abba sincs skuló. Az gond? Az nagyon nagy gond. Hol a maxammal? Adjatok már valami maxammal. Én meg itt mászkálok a tűzbe közbe. Basszus. Na jó van, hát csak veszek egy ilyet. Ül a tica! Mondom, uaj, de ezek nagyon sokan jönnek el. Na jó van már. Az gond. Tölts. Ne, beragadtam. Ne! Ó, ide beadjuk a fegyverünket, figyelj, ebbe beadod. Nagyon durván erős lesz a fegyód. Van ide. Adjunk be még, ja, 700-an van, nem tudom beadni. 2500 kell a következő körhöz. Látjátok, ilyen izét, ilyen lézeres cuccot lő ki. Sokkal erősebb lesz a golyód. Abba kellett egy pötty. Örülöm ezt, szerintem senkinek nincs még ilyen jó fegyója rajtam. Húha. Az, ha már az elég komoly. Na jó van. Hello. Na mennyi kell bele? Egy, kettő, három, négy, öt. Kemény. Az mi volt, hogy húsvéti tojás? Hallod, haj már meg ember, mi van? Na végre. Király. Hú, ott valami jön mögöttem nagyon durván. Ajjajjajjajjaj, ne üss meg! Nem akarok meghalni. Lesz te granát. Jézusom! Atyaék. Basszus! Na jó van, még de ezt kell, gyerekek! Hello! Hello!
Jóféle. 4570-en van király, az már nem olyan rossz, abból már lehet fejleszteni egyet. Úgyhogy fejlesztjük a shotit szerintem, megkeressük azt a cuccot. Ó, itt a láda! Akkor inkább ládázunk. Nem tudom, mit csináljunk. Jó, ellövök egy ládát. Egyet ellövök, na. Jó baj, már jönnek. Na valami jót, léci! Nem a legjobb. De megijedte. Jézusom, de megijesztettél! Jó, megyünk, megyünk inkább újítani fegyót. Ez a shotira nagyon ráfér egy. Hajd már meg. Mi van? Jééééé. Új, büdös vagy. Now, I'm no ammoologist, but I think my weapon is nearly out of... kezd szorulni a hurok! Ne! Menjetek innen, csúnyák vagytok! Nem találom a izét. Ó, itt van, hello. Be is adjuk a sót, és akkor megmarad ez a két fegyverünk. Ez az. Mennyibe kerül ezt újra fejleszteni? Mennyibe kerül ezt? Nem tudom fejleszteni. 2500, király. Add vissza. Az gond? Nem jó? Add már ide a fegyómat! De ne! Húha, remélem valaki föl tud kelteni. Catch her, please! És a fegyverünk is elment? Hát. Az nice. Na jó, a srácok, legyen itt a vége! 15-ös szintig tudtunk eljutni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, ne felejtsd el megnézni a Twitch-et, és ne felejts el regisztrálni a nyereményjátékra, hiszen egy elég jó kis billentyűzet és egér gombot tudsz nyerni. Szerintem egyébként abszolút használható kategória, minden ott van a live-nak a leírásában. Hogyha tetszett és szeretnél még ilyen videókat látni, akkor mindenféleképpen ne felejts el nyomni egy jó kis feliratkozás gombot, illetve egy jó kis lájkot, jelezni, hogy tetszett neked ez a videó, és találkozunk legközelebb egy következőben, vagy videóban, vagy live-ban. Én Jussi voltam, sziasztok!